Janikovszky Évának, ugye az ismert meseírónak, mostanában jelent meg a naplója. Ugye ez ilyen fiatalkori naplója, és hát erről beszélgettünk egy barátommal, hogy mennyire érdekes és szürreális lenne, és groteszk, és abszurd, és rólatom itt a jelzőket, hogyha az 50-es évekből való naplója előkerülne, ha létezik, és kiadnák. Ugye gyakorlatilag olyan bejegyzés is lehetne benne, hogy Béla megint véres ingújba jött haza, nem mesélt sokat a munkájáról, ezt meg azt elmondta. Mennyire abszurd, tehát azt elképzelnünk, hogy ezek az AVH-s emberek élték az AVH-s életüket. Embereket kínoztak, gyakorlatilag az ő munkájuk következtében embereket végeztek ki, a legtöbbet teljesen ártatlanul, majd hazamentek, és élték a családi életüket. Hogy ezt egy normális ember, hogy tudjuk ebbe beleképzelni magunkat, hogy ez hogy lehetett? Hát szerintem ebben inkább ne képzeljük be magunkat, ez nekem is egy rejtély, hogy miről beszélgettek, hogy hú, jól elverték azt a Szűcs Miklóst, úgyhogy belehalt. Ugye az egyik ilyen ávósnak az öccse, aki egyébként kémkedéssel is foglalkozott, hazacsalták Angliából. Vagy tehát nagyon nehéz ezt kitalálni, vagy hogy mondjuk teszem azt a Bauer házaspár meglátogatja Péter Gáborékat a 80-as években, és akkor hát igen, bezzeg, amikor az Andrássy 60-ra csak úgy behoztuk az embereket. Nem feltételezem, hogy feltétlenül erről beszéltek, csak úgy az ember nagyon nehezen tudja ezt hova tenni, hogy ezek hogyan beszélgettek a családi tűzhelynél, estek, hogyan nosztalgiáztak később. Ezek azért borzalmas és borzongató dolgok is, tehát olyan az embernek hidegrázása van ettől. Ez egészben ugye ez a legdurvább, hogy bármikor előfordulhatott ez a 60-as, 70-es, 80-as években, hogy bementél a könyvtárba, és ott volt Péter Gábor, mint könyvtáros. Bementél a körzeti rendelőbe, és ott volt Janikovszky Béla, mint orvos. Leültél egy előadást meghallgatni, és Bálint István előadást tartott. Ez mennyire elképesztő, hogy azok az emberek, akik a legkegyetlenebb szörnyűségeket elkövették, utána gyakorlatilag zavartalanul folytathatták az életüket, és a rendszerváltás után, ha a történészek és kutatók nem írnák meg ezeket a történeteket, a valóságot, akkor gyakorlatilag még mindig úgy emlékezne rájuk, tehát a kollektív emlékezetben úgy szerepelnének, mint orvosok. Mondok erre egy példát, ugyanúgy a Janikovszky családnak a példája. A Janikovszky János ugye a Móra könyvkiadónak a tulajdonosa és vezérigazgatója. Volt egy ilyen visszaemlékezés, készült egy interjú, és azt mondta az interjúban, hát, hogy igen, ő egy nagyon gondoskodó polgári családban nőtt fel. Na most ennek a polgári családnak ugye az egyik tartópillére, hogy az édesanyja volt Janikovszky Éva, aki ugye sokáig egyébként egy mozgalmár volt. A másik tartópillére meg az ő édesapja, aki vele egyébként nyilván nagyon rendes lehetett, de hát olyan sötét múltja volt, amiről gyakorlatilag még filmet csinálni is elég nehéz volt. Mit tudunk kezdeni ezekkel a hazugságokkal? Nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Én szerintem egyetlen egy dolgot tehetünk, az, hogy visszaszerezzük a saját történelmünket. Tehát ezek a sztorik, ezek nem a mi sztoriaink így. Ezek a történetek akkor lesznek a mi történeteink, ha kiegészítjük, ha elmeséljük a fonákját, ha elmeséljük az egész történetet, és ha elmeséljük az áldozatok történetét is.
Két orvos és egy könyvtáros. Látszólag átlag emberek, de kik is voltak ők valójában? Péter Gábor 1945-től a politikai rendőrséget, az ÁVÓ-t, majd az AVH-t vezette. Még felsorolni is nehéz lenne azokat az embertelenségeket, amelyeket a vezetésével elkövettek. Bálint István ezredes, az egyik legfontosabb embere, az AVH orvosa volt. A visszaemlékezések szerint ő tartotta azokat a veréstechnikai órákat, ahol megtanították az AVH embereit arra, hogy hogyan kell szakszerűen kínozni és verni. Történetünk harmadik antihőse Janikowski Béla ezredes volt. Az ő vezetékneve második feleségéről, Janikowski Éva meseíróról vált ismerté. A visszaemlékezések és iratok szerint Janikowski Béla pontosan tudta, hogy koholt vádak alapján végeztet neki embereket. De filmünk szempontjából a legfontosabb, hogy a magánéletében is akadt egy sötét folt. Janikowski Béla 1919-ben született, így a Horthy korszakban nőtt föl. Fiatal orvostanhallgatóként még a Turul Szövetség és a Csaba Bajtársi Egyesület tagja volt, de a II. Világháború vége felé csatlakozott az antifasiszta, kommunista Maróth csoporthoz. Legkomolyabb fegyvertényük a Gömbös szobor felrobbantása volt. Janikowski is részt vett az akcióban, így ő is bekerült a kommunista történelmi írás hősei közé, és a II. Világháború után az ő történetükkel próbálták legendássá tenni az amúgy sikertelen magyarországi ellenállást. A szovjet megszállás után a Fehér Lajos vezette társaság szinte minden tagja a politikai rendőrséghez, azaz a későbbi AVO-hoz, AVH-hoz került. Janikowskiból magasrangú tisztek lettek, és kulcsfigurái lettek a 40-es-50-es évek sötét diktatúrájának. Janikowski Béla még az ellenállási mozgalomban ismerkedett meg későbbi első feleségével, Etelkával, aki állapotos lett, és úgy döntöttek, hogy megtartják a gyermeket. Abban minden visszaemlékezés, irat és vallomás összecseng, hogy Janikowski nem akarta ezt a házasságot. 1947-ben el is váltak, és bár a kisfiút a nevére vette, a gyerektartást nem fizette rendesen. Etelka, akinek szintén jó kapcsolatai voltak a kommunista pártban, nem hagyta magát, és még magához Péter Gáborhoz, az AVH retteget vezetőjéhez is elment. Később kiderült, hogy ez hatalmas hiba volt. Janikowski Béla egészen sajátosan oldotta meg a családi ügyet. Janikowski Béla végül úgy határozott, hogy magához veszi a gyereket. A kisfiú éppen egy üdülőben nyaralt, amikor Péter Gáborral két tisztet küldtek érte, akik elhozták onnan. Az ügyben keletkezett összefoglaló jelentés szerint hiába próbált tiltakozni az üdülő vezetője, az AVH-sok megfenyegették, hogyha nagyon ugrál, őt is elviszik. Édesanyja ezután hiába is kereste a fiát.
Janikovszky semmilyen megkeresése nem reagált, és hiába könyörgött neki, még csak nem is válaszolt a levelekre. Etelka nem adta fel. A létező összes helyre írt, a körülményekkel és a következményekkel nem törődve próbálta visszaszerezni a gyermekét. El akartam menni Péter Gáborhoz, de a kapuban nem engedtek, behivatkoztak arra, hogy Péter Gábor el van foglalva. Ezután elmentem a szakszervezeti központba, MNDS-be, az államügyészségre, utána írtam a Rákosi titkárságára. Jártam a Szabad Nép vezetőségénél is. Czinner Tibor jogtörténésszel beszélgetünk a Nagy politikai affér című kétkötetes mű szerzőjével. Mondhatni, hogy ez élet egyik főműve, a Rajperről szóló dolgozat. Ezeknek a pereknek az egyik kulcs szereplője volt Janikovszky Béla, filmünk egyik antihőse, aki mind a Rajk ügyben, mind a Szőnyi ügyben kiemelkedő szerepet játszott, mint vallatótiszt. A mi filmünk témája az, hogy a Janikovszky Béla feleségét hogyan juttatta az elmegyógyintézetbe, több irat van róla, és gyakorlatilag nem lehet pontosan tudni, hogy Péter Gábor adta most az utasítást, Janikovszky Béla adta az utasítást. Én azt hiszem, hogy tulajdonképpen egyetlen egyről szólt a történet. Valójában meg akart Janikovszky ettől a terhes múlttól, ami a feleségével összekötötte, szabadulni. Ő maga is azt vallja, hogy volt közöttük egy megállapodás, és amikor teherbe ejtette ezt a fiatalasszonyt, ezért vett el feleségül, hogy megszülje a gyereket. Az is volt közöttük egy megállapodás, hogy azonnal elválnak azt követően, mégis ez csak később következett be. Janikovszkyt mielőtt az AVH-hoz visszakerül Budapestre, ugye Szegedre vezénylik, az asszony oda is utána megy. Kapcsolatba kerülhetett számos olyan emberrel, akiknek révén akár Péter Gábort is megismerhette, meglehettek azok a kapcsolatai, hogyha ő tollat mert ragadni, és Péter Gábornak írt egy levelet. Pláne 1949-ben, amikor azért az éberség korszaka már kezdető fogára hárni. És ennek a folyamatnak lesz ez az eredménye, hát amivel mindent lehet mondani, ez csak nem éppen, hogy szimpatikus. Már pedig az lesz, amit én mondok! Eddig is így volt, ezután is így lesz! Tisztelt zöld elvtárs! Fáji Lászlóné elvtársnő bejelentéssel fordult pártszervezetünkhöz, melyet rendkívül súlyosnak tartunk, és úgy véljük, kötelességünk az azonnali intézkedés. Dr. Janikovszky Béla a kommunistához nem méltó magánéletet él, kisgyermekét erőszakosan, hivatali hatalmával visszaélve magához vette, majd saját bejelentése szerint ismeretlen helyre, külföldre szállítatta. Dr. Janikovszky Béla 1949. szeptember 29-én volt feleségét, kitől évek óta különváltan él, az államvédelmi hatóság autóján, rendőrtisztekkel, hamis rendőrorvosi bizonyítvány alapján, hatalmával ismét visszaélve, a Lipót-mezei elmegyógyintézet zárt osztályára szállítatta. Kérjük zöld elvtársat, hogy az ügye foglalkozzon és Dr. Janikovszky Béláné állításait vizsgáltassa ki. Szabadság! K. Istvánné. Etelka a Lipóti elmegyógyintézet zárt osztályára került. Egy olyan korban, amikor még elektrosokkal és lobotómiával harcoltak a mentális betegségek ellen. Etelka beutalóját valójában Bálint István pszichiáter, Péter Gábor jobbkeze, az AVH hírhet orvosa állította ki. Mivel más ügyekben is hasonló szerepet játszott, erős a gyanunk, hogy sohasem vizsgálta meg az asszonyt, de erre nem is volt szükség. 1949 őszén Péter Gábor magához hivatott és közölte velem, hogy a feleségem különböző helyekre, így a BM-nek is, rágalmazó leveleket ír velem kapcsolatban. Megkérdezte, hogy mit gondolok, miért csinálja ezt a feleségem. Azt gondolom, hogy még mindig szerelemből csinálja. Én azt mondtam neki, hogy szerelemből ilyent nem csinálhat senki sem, de véleményem szerint azért csinálja, mert nem normális. Péter Gábor megkérdezte, hogy értem, hogy nem normális. Én erre azt mondtam neki, hogy már egyszer 1937-ben vagy 38-ban az elmegyógyintézetben volt kezelés alatt. Erre azt mondotta, hogy ha bolond, ugye bolondok házában a helye. És mindjárt úgy emlékszem, telefonált a Bálintnak, és megmondotta neki, hogy intézkedjen, hogy a feleségemet vizsgáltassák meg. Janikovszky Béla látszólag megoldotta az ügyet. Előbb elraboltatta a kisfiát, aztán elsülyeztette az asszonyt.
Amúgy sem volt ez könnyű időszak az AVA alezredese számára. A kommunista diktatúra ekkoriban már a saját embereit is elkezdte ledarálni. Egymás után születtek a koncepciós ügyek, a legismertebb a bukott belügyminiszter, Rajk László pere volt, amihez több mellékügyet is hozzácsaptak. Maga Janikovszky mások mellett a később kivégzett Szőnyi Tibor kihallgatója volt, de a katonai ügyekben is kulcs szerepet játszott, így annak a Pálffy Györgynek a halálában is, akivel az ellenállásban még egy oldalon harcoltak. Utóbbit éppen akkor, 49 őszén végezték ki, amikor Janikovszky első feleségét a Lipótra záratta. Janikovszky Béla koncepciós ügyek egyik írója, fogalmazhatok így? Mennyire volt ő benne ezekben a koncepciós ügyekben? Hát az, hogy ki írta, és ki volt a végső forgatókönyvíró, erre azt lehet mondani, hogy az a történelem, mert soha senki nem vállalta be azt, hogy ő írta, hogy a kihallgatási jegyzőkönyvek végső formáját kinek a kézírásával vetették először papírra, majd utóbb gépelték le, mindmáig nem tudjuk. Az AVA-ról valahogy a köztudatba az került, hogy ők ilyen primitív, drabális emberek, akik ugye gyakorlatilag csak a veréshez értettek, de azért látjuk, ezek a koncepciós perek és különböző kihallgatások egészen ügyesen voltak felépítve. A nagy tudású, kiváló képességű emberek is milyen rossz ügy szolgálatába tudtak állni, mert itt van egy óriási tévedés az AVH kapcsán. Mindig ez a fizikai, lelki kényszert alkalmazó, brutális csapatképe jön elő. Mert nyilvánvalóan az embereknek egy nagyon jelentős része ezt szenvedt el. De itt hétpróbás bűnözőkről volt szó. Itt intelligens egyetemet végzett, orvos egyetemet végzett, szakemberekről volt szó, akik mindent tudtak az emberi lélekről. Idegen nyelven beszéltek, perfekt. Ezek az emberek nem műveletlen emberek voltak. A vezető elit, akik ennek a rendszernek a működtetői voltak, azok bizony nem akármit képviseltek, azt kell, hogy mondjam, hihetetlen választékos nyelvezettel, tudással és nem kevés koncepciós leleménnyel. Ezeknek az embereknek a karmai közé került, azt nem engedték el. A pszichés ráhatások, hogyan lehet egy családdal zsarolni, hogyan lehet gyerekkel zsarolni, hogyan lehet egy terhes nőt zsarolni, hogy a feleségedből most verik ki a gyereket, hogyan menekülnek halálba emberek. Mód Péternek a felesége, a Radó család, a Radónak a felesége, ahol a hozzátartozók halálba menekülnek. Mennyire működött orvosként Bálint István? Róla elterjedt ugye, hogy veréstechnikai előadásokat tartott, amit mások cáfoltak, és igazából a legfontosabb, hogy erre nincsen bizonyítékunk. Ezt mennyiben látja reálisnak, hogy ő ilyesmit csinált? 46, 47, 48-ban a titkos rendőrsége, és a belügyben is folyt oktatás, hogy hogyan lehet bizonyos értelemben fizikai kényszert alkalmazni. Megvan a szakirodalom is, tehát megvan a Bálint védekezés, hogy milyen könyveket alkalmaztak, kinek a könyveit, a tompa behatásoknak a kérdése. Kétségtelen. Az AVH-n, ha másképp nem ment, a fizikai erőszakot alkalmazták. Bálint Istvánt én hiszem egy vagy másfél évvel a halál előtt, 81 vagy 82-ben az interjú készítéseim során ismertem meg. Kicsit bántónak hangzik, de hát azt kell, hogy mondjam, nem egy férfi szépséget ismertem meg benne. Az AVH-s kollégái jellemezték egy olyan szóval, hogy a gorilla. Tehát ez volt a belső beceneve. Egy kétségtelen tény, egy rendkívül intelligens, okos, és azt kell mondjam, olyan embert ismertem meg benne, aki mintha egy kihallgató székben ült volna. Tehát leste azt, hogy mit mondok, és abban a pillanatban az általam feltett kérdésre kvázi az általam elvárt választ adta meg. Tehát mintha 53-ban lettünk volna, amikor ugye ezeket az embereket őrizetbe veszik, nem vettem észre, hogy sokszor ők hallgatnak ki, és nem én kérdezem őket, és a Bálint volt az, aki szinte zseniális érzékkel, egyfajta ideggyógyászi felkészültséggel, szinte tudta azt, az agytekervényeim között olvasva,
hogy mire leszek kíváncsi. Tehát akkor, amikor ők leültek, vagy az embereket felkészítették, és előre megírták nekik a kérdéseket, akkor azokat a kérdéseket azért írták meg, mert arra akartak választ kapni. Pontosan nem tudjuk, hogy mi történt Etelkával a Lipóti zárt osztályon 49 őszétől 1950 januárjáig. A dossziékhoz csatolt iratokból és levelekből csak annyi derül ki, hogy megpróbált beilleszkedni, jól viselkedni. Így is bizonyítva az eljárás jogtalanságát. Őt már nem tudjuk megkérdezni, de mást igen. Pák Tibor rendszerváltásunk legendás alakja. A nagyon idős, de még ma is sugárzóan értelmes jogászt előbb a gulágra vitték, majd 56 után a börtönbe került, ahol elektrosokkal és más eszközökkel próbálták megtörni. Pák Tibor ugyanúgy a saját igazságáért harcolt, ahogyan Etelka, és őt is az állambiztonság nyomására nyilvánították elmebetegnek. Elég sokat ott voltam, láttam, hogy mi a valóság. Gyógyító intézet volt, akik csináltak, amiket csinálni kellett. Na, de hát engem azért vittek be, mert a titkos rendőrség utasítására bejött a lakásomba rendőrök, meg ilyen segédzék, és saját kulcson bezártak, nyittak, és elvittek, elhurcoltak, kiabáltam, segítségember rablók. Ez többször is megtörtént, ugye, hogy elrabolták gyakorlatilag nyílt utcáról, vagy a lakásáról? Persze. Hát nézd, amikor a Bolondhátba vittek, akkor én egy kis körbe sétáltam az egyik sarokba, és ott bent sétáltak a nagyok. Már a kényszergyógykezelésre ítéltek. És akkor kiugrott az egyik, hogy te is hallod. Mondom neki, mit? Akkor te is közéjük tartozol. Én osztályidegen üldözött voltam, akitől elvettek mindent. Én a moszkvai birodalom kényszermunkatáboraiba ismertem meg önmagamat. Az igazság érdekében tenni akarásom, az soha nem engedte, hogy féljek. Olyan jogokkal éltem mindig, amit nekik nem tetszett. Etelka és Pák Tibor kálváriája más, titkos történetekre is rávilágít. Másokat is bevittek a különböző intézetekbe. Másokat is megkínoztak politikai alapon. Létezett politikai pszichiátria Magyarországon. Miért olyan erős még mindig a tagadás, a hallgatás? Itt állok a Szoborparkban Gazsuel Ferenccel és Zelei Miklóssal, az Őrítő Mandragóra című műszerző párosával. Ugye ez volt az első igazán fontos és szerintem nagyon jelentős mű, ami a politikai pszichiátriával foglalkozott. Politikai pszichiátria, ugye mondhatjuk így Bolondok házába segített idézőjelesen embereket, csak azért, hogy eltávolítsa őket a közéletből. 63 után, amikor az ENSZ-be a magyar ügyet tárgyalták, és már amnestiát hirdettek, azután nem akartak már mártírokat gyártani, hanem inkább a politikai pszichiátriát és más módszereket, a külföldre, az emigrációba hajszolást és más módszereket választottak. Az eseteket földolgoztuk konkrétan emberenként, nagyon hasonló dramaturgiákkal működtek ezek a nagyon különböző történetek. Elkészült egy ilyen mű, amelyikből ez a történet megismerhető, dokumentálható, és talán tegyem hozzá szerénytelenül, hogy letagadhatatlanná válik. Pszichiátriai szakmai szervezetek nem igazán figyeltek föl arra, hogy a hátsó udvarukban a saját kollégáik által elkövetve ilyen dolgok történtek és történhettek. Thank you.
hogy kutatta a szovjet politikai pszichiátriát. Mit tud elmondani, hogy hogyan működött ez egyáltalán, mekkora tömeget érintett, mettől meddig volt igazán jelentős? Intézményi rendszere a 50-es években alakult ki igazán, és diagnosztikus kategóriái voltak, intézményei voltak ennek a pszichiátriának. Oroszországba, ahova olyan embereket vittek, akik elkezdtek a rendszer ellen beszélni. És a diagnosztikus kategóriák között egészen újak is szerepeltek, például politikai paranoia, vagy a másik pedig a látens schizofrénia, vagy rejtett schizofrénia, szintén a politikailag aktív emberekre. Mikor kapott utoljára elektrosokkot? 71-ben. Bevittek be a szobába, ahol egy ilyen kezelőasztal van, arra fölfektettek, oda jött a főorvos, mondom, főorvos úr, ne legyen bűntársát, mindig elmondtam neki. Akkor a számat felpöckölték, lefogtak, két homlokomhoz tették az elektródokat, és akkor rákapcsolták az áramot. Két temporális részre helyezik az elektródát. Igen, ez az egyik módszer, amikor ide helyezik az elektródát, ha nincs a hajas fejből. A másik pedig az a jobb oldalt szoktuk unni, a szubdomináns félteké az egyik itt van, másik elől itt így a halántékon. Amikor az embert így lesokkolják, nagy feszültséget adnak rá, akkor elveszíti az eszméletét. Reszket az ember így, vacog, elkékül, mint az, és. Szóval ez megy végbe ott ezen a kezelőasztalon. Aztán az ember akkor egy idő után először a lét és nem lét között van. Először a közeli benyomások jönnek vissza, csak úgy lassacskán a távolabbiak, úgyhogy általában az emberek el szokták veszíteni a emlékezetüket. Hogyha valakinek sokszor csinálják. Amikor a felébred, nagyon álmos, kábul, sokáig, abszolút nem emlékszik semmi, hogy mi történt vele. Hát nekem körülbelül 150-szer csinálták a sokkolást. Volt úgy, hogy kisebb sokkokat adtak, hogy hát ha akkor abba hagyom. Akkor azt érzed, mintha az áram átjár, azt érzed. De hogyha ráadják a nagy feszültségét, akkor az annyira erős, hogy elveszíted az eszméletedet. Ön jogász, ezt tekinthetjük kínzásnak? Tudatos kínzásnak? Hát az is, nem hogy tekinthetjük, hát persze, hogy az. Egy pszichiáter helytelen kezelési módot, esetleg felesleges elektrosokkot alkalmaz, kiderül-e valaha? Nem. Jelenleg minden osztálynak megvan a maga ideológiája, maga elképzelése, és ebben, hogy ez mennyire volt a kezelés helyes vagy helytelen, ezt akárcsak a többi szakmáknál a pszichiátriában sem lehet megítélni. Ezt a húsdarálót vagy elmedarálót azok élhették túl, akik valahogy nagyon erősek voltak fejben, testben. Az izgág a igazságkeresők, hogy így mondjam, ezeknek a lényében volt az, hogy már pedig nem hagyom. Ha ezek az emberek nincsenek, akkor közbátorság sincs. Azt jól tudom, hogy amikor ön Pécset elkezdett dolgozni, akkor az volt az egyik első lépése, hogy megszabadult az elektrosok készüléktől. 80-as években voltam pszichiáter. Azt mondta az egyik jeles kollégám, hogy ez nagyon nem szép dolog elektromos áramot vezetni az ember fejébe. Milyen hatással van az elektrosok, főleg akkor az éber állapotban leadott elektrosok egy emberre? Az elektromos áram, ami ingerli az agyat, egy görcsöt vág ki, egy görcs rohamot, és hát sajnos ennek mellett
anyák hatása sokszor az volt, hogy a fogai kiputyogtak hosszú távon, ugye hát akárhogyan is van, ez roncsolja a agysejteket. Megszűntek ugyan a hallucinációik, meg a különböző aktív tünetei, de hogy iniciatíva szegény lett, visszavonul, nem érdekli semmi, tehát hogy eltűntek ezek az igazán emberi funkciói, és hogy egy érdektelen vegetatív lényé vált sok ezek közül az emberek közül. Volt, amikor 3 hétig naponta 2 csokolást kaptam, és este még hibernál injekciót. Lehűlsz, és lassan, de biztosan jön az az érzésed, hogy nem vagy tovább. Hát azért is így van, ez az inzulinsok. Akkor beadnak egy adag inzulint, amit cukorbetegeknek adnak. Ott van veled valaki, aki beszélgetni akar, és akkor látja, hogy mikor leszel kómás. Ezt lehetett ilyenkor érteni, hogy mit kérdeznek, vagy mit beszél ez a... Hát érti az ember, csak én nem hagytam, mert én mondtam neki a magamét, hogy milyen fölháborító az, hogy egészségügyi alkalmazottak létére hajlandóak ilyen. De tudják nagyon jól, hogy igazán van, tudják, hogy az égvilágon semmi olyasmi nincs, amit itt tartanának, úgy ennek ellenére csinálják ezt a fölháborító beavatkozást. Ezt mondtam, ameddig tudtam. Drasztikusabb dolog volt, amit szintén még láttam a 80-as években Pécsen, ez a frontális lobektómia, ami azt jelenti, hogy elválasztották a frontális, vagyis hát a homloklebenyt, a többieknek. A homloklebenyünkben van az iniciatíva, akarunk valamit tenni, a motiváció, és hogy ezek az emberek nagyon sokszor ilyen nagyon akartak valamit tenni, illetve nagyon benne voltak a világ dolgaiban. És ez a frontális lobektómia, ez azt hozta, hogy szintén ilyent még láttam, hogy elmeápolóként dolgoztam még orvostanhallgató koromban, és ott volt egy schizofrén ember, akivel nagyon jó beszélgetéseket folytattam, mert hogy ezek az emberek nagyon tájékozottak is nagyon sokszor, és aztán őt elvitték egy ilyen frontális lobektómiára, és akkor utána akartam hozzá menni, beszélgetni, mondta, hogy hagyjuk Józsikát. Ez egy örök dolog, egy örök emberi dolog, mert az emberek mindig fogékonyak arra, hogy az adott társadalmi vagy éppen politikai alkuhelyzetből kilógó embereket, az izgága igazságkeresőket, hogy így fogalmazzak, hogy ezeket valamilyen módon megítéljék. Vagy rosszul felfogott lojalitásból, vagy egyfajta előítéletből fakadóan, nekem meggyőződésem, hogy nagyon könnyen tudjuk azt mondani valakire, hogy hát ez bolond. És innen már csak egy ugrás, hogy egy autarkrendszer, egy elnyomó rendszer felfedezze azt, hogy hopp, hát akkor ezt a politikai pszichiátria oldalára fordítjuk. Ilyennel egyébként találkoztak a kutatásaik során, hasonló történt, hogy valaki meg akart szabadulni a családtagjától, kényelmetlenné vált valami, esetleg meg akarta szerezni az ingatlant. Konkrétumokat nagyon nehéz ezekben az ügyekben kibontani és dokumentálni, de tudunk például egy csíkszeredai lányról, Orbán Etelkának hívják, 56 után ítélték el, az apját halálra ítélték, ő 5 évet kapott. Szabadulása után is hosszú-hosszú ideig a kényszer gyógyszerezések következtében még hallucinációi voltak. Tegyük hozzá, soha többet nem született gyereke, olyan brutálisan megkínozták. Beidézném én a korábbi történetet, Janikovszky Béla régi-régi kollégáját, 8. Henriket, aki, ha jól emlékszem, 2 feleségét lefejeztette, de neki a Pallos állta a rendelkezésére, mint királynak, Janikovszky Bélának pedig a Lipót meze és az ávósok álltak
a rendelkezésére, hogy eltüntesse fölöslegessé vált feleségét. Tehát az eszközök, ugye, ki mivel tud operálni, ki mivel tud dolgozni. Fő kórjel volt a szüntelen tartó félelem, rettegés az elfogatástól, tömlöcözéstől. Minden kocsizörejben az elfogó poroszlók, minden ablak előtt elmenő emberben kém, áruló ellenség voltak képzelve. Minden beírott papírost elégetni kell, mivel az tilalmas írást rejte. Kedves Béla! Etelka megkért, adjam fel magának a gyűrűt levéllel együtt. Én teljesítem kívánságát. Béla, én nagyon kérem magát, változtassa meg elhatározását. Etelka nekem esküvel fogadta, hogy többet sem magát, sem hozzátartozóit zaklatni nem fogja. Ha már semmi érzés nincs iránta, legyen tekintettel legalább kicsi fiának édesanyjára. Vitesse ki onnan, arról a szerencsétlen helyről, mely rosszabb a halálnál. Ez a cselekedet a gyermeknek nem lesz szép emlék magával szemben, mert a gyermek bírál, azt maga is tudja, és tudjuk, akiknek gyermekük van. Etelka magát nagyon szerette, és ha rosszat tett maga ellen, van mentsége, a gyermeke iránti vágy, melyet leírni nem lehet. Én már talán nem is élnék, ha tőlem elszakították volna fiamat. Béla, ne haragudjon, hogy soraimmal zavartam. Abban a reményben zárom soraim, hogy kérésem meghallgatásra fog találni. Üdvözlettel, Edit. Nem tudom, mit csinál. Én nagyon könnyen el tudom képzelni azt, hogy igenis, a párból jönnek ezek a levelek, vizsgálják ki, és utána nyilvánvaló, hogy egy AVH-s ezredesről, egy titkosszolgálati ezredesről van szó, akkor ez először a főnökéhez, Péter Gáborhoz kerül. Kedves Dusi és Nóri! Hát mit tetszenek hozzászólni, hogy ez az elvetemült ember, gyermekem apja mit tett velem, hová juttatott? Itt ez nagy meglepetést keltett, azonban úgy látom, előbb nem tudok kijutni, még a megfigyelési idő 3 hét le nem telik, s még csak 6 nap sem múlt el. Elégtétel tőle sohasem fogok tudni kapni, mert csak az volna az elégtétel, ha ő is meg lenne fosztva a szabadságától, de nem orvul, hanem nyíltan. Ő egy képzett, rafinált csibész, most már ezt kijelenthetem. Az eljárással azt akarja elérni, hogy olyan elbocsátó levéllel kerülje ki, amely arról tanúskodna, hogy elmebeteg vagyok, amikor is az árvaszéken tett bejelentés is tárgytalanná válna. Dusikám, kövessetek el mindent, értem. Tőletek telhetőleg, hogy ebben az ügyben legyen egy szigorú vizsgálat ellene. Én sajnos még itt vagyok, semmit sem tehetek, de különben is, ha kikerülök, mindig kell majd félnem, hogy megbízottait nem fél ismét értem küldeni. Voltak ennek a történetnek hősei is. Máig nem tudjuk pontosan, hogy végül kicsempészte ki Etelka leveleit Lipótról, de könnyen elképzelhető, hogy dr. Fekete János volt az. A főorvosnak nem csak ahhoz volt bátorsága, hogy kiálljon az asszony mellett, de ahhoz is, hogy szembeszálljon az AVH-s Bálint Istvánnal. Márpedig ez akkoriban igencsak nagy bátorság kellett. Volt azért ebben a történetben egy nagyon lelkiismeretes ember, egy lipóti orvos, aki gyakorlatilag végig segített a Janikovszky nénak, tanúsította, hogy igazából szó sincs azokról a problémákról, amikkel bevitték, és valószínűleg ő segített kijutatni azokat a leveleket, azokat a cetliket, és eljutatni különböző helyekre, amiket így Janikovszky néni el tudott küldeni. Mekkora bátorság kellett ahhoz, hogy valaki így szembe menjen az AVH-val, így szembe menjen, konfrontálódjon Bálint Istvánnal abban az időben. Én azt hiszem, hogy nem tudjuk eléggé értékelni embernek a tettét. Annak idején egy ilyen cselekedet egyértelműen a legrosszabb következtményekkel járhatott volna. Egy egészségügyi intézményben őriznek egy ártatlan embert, és van egy másik, aki életét, nyilvánvalóan családját kockáztatja, amikor egy ilyen ember mellett kiáll. Több, mint tiszteletre méltó. Életét kockáztatta, nyugodt lélekkel merem ezt a fogalmazást használni.
Janikovszky biztos, hogy utána nyúlt, hogy ezt nehezen viselte el, nincsenek kétségeim, hisz akkor már úgy az új feleségével él. Tisztelt orvosi tanács! Kérem Önöket azon határozatra, hogy az intézetet elhagyhassam. 11 hete, hogy bent vagyok, és néhány nap múlva 5 hónapja, hogy kicsiny fiamat nem láttam, az utána való nagyvágyaimat leírni nem tudom. Mikulás ünnepét sem tölthettem vele. Tavaly 4-szer tette ki az ablakba kis cipőjét, várva a Mikulást, mely feletti öröme nekem nagyobb boldogságot nyújtott, mint talán neki. Kisgyermekem várja anyját, mindig érdeklődik utánam és keres. Nála anyját senki sem pótolja. Bármennyire is elfoglalom magam, nem tudom elfelejteni, hogy hol vagyok, és hogy a szabadságomtól teljesen meg vagyok fosztva, és miért? Csupán azért, mert tőlem elszakított kicsin gyermekemet, akit apja előttem ismeretlen helyen helyezett el, mertem keresni. Melyik anya az, aki ne keresné gyermekét? Elismerem azt, hogy nem volt illő és helyes, hogy gyermekem eltűnésekor apja ellen fordultam. Kijelentem azt, hogy belenyugodtam abba, hogy kicsin gyermekünket a jövőben apja neveltesse. Azonban ne zárja tőlem el, hiszen ez a legutolsó, erkölcstelen anyának meg van engedve. A törvényben biztosított joga, hogy gyermekét láthassa, és vele együtt lehessen meghatározott időben. Tisztelettel kérem a tisztelt tanácsot, hogy fenti indokaim alapján kérésemet teljesíteni szíveskedjék. Dr. Janikovszky Béláné. Amikor Janikovszky Béla elraboltatta saját fiát első feleségétől, akkor már javában a későbbi második feleségével, talán még azt is mondhatom, hogy világhírű mesekönyvíró Janikovszky Évával élt együtt. Nyilván az iratok alapján szinte lehetetlen erre világos választ adni, de valamit nyilvánvalóan tudnia kellett mind a munkájáról, mind a férje munkájáról, mind arról, hogy itt azért valami nagyon súlyos dolog történt, hogy először is oda került hozzájuk a gyerek, aztán pedig, ha esetleg arról nem is tudott, hogy az elmegyógyintézetbe szállították az első feleségét, de itt azért valami nagyon súlyos családi dráma történt. Mit lehet erről tudni? Mennyire lehetett ezt eltitkolni akkoriban? Erre nyilvánvalóan hiteles forrás, dokumentum nincs. Vagy legalábbis lehet, hogy van, de nem tudunk róla. Egy dolog viszont van, egy áttételes információm, és ez eléggé hiteles hely, Décsi Gyulának a felesége. Tudni kell azt, hogy Décsinek akkor született meg a gyerek 1953-ban. Egyik alkalommal ott voltam a Riadó utcában náluk, amikor az interjút készítettem, 85-86 táján, és valahogy szóba került Janikovszky. És a Décsi felesége, aki egy csodálatos idegen nyelven beszélő valaki nyelvtanár volt, Bán Judit, valami olyan hihetetlen, pejoratív hangon ejtettek, hogy akucsecs. Tehát, hogy mondjam, abból minden előjött, de nem az, mint akit szeretnek, mint akit úgy tisztelek. És akkor én úgy ránéztem, hogy mi van mögötte. És akkor a Décsi nem engedte, vagy Judit nénit beszélni, hanem azt mondta, szégyelheti magát a Béla. Ennyi hangzott el. Na most ebben úgy tűnik, hogy az AVH-n belül sem volt egy pozitív végkicsengése ennek a folyamatnak, legalábbis az utólagos információk alapján. Az új feleséget nem fogadta be, nem tudok jobbat mondani, ez a régi AVH-s kör, és az utólagos visszaemlékezésekből, a hangsúlyokból, és utána még egy-egy Janikovszkyval kapcsolatos, nagyon kemény Décsi szájából elhangzott félmondatból én arra következtetek, hogy ez az ő családi, magánéleti dolga, ez az AVH-n belül rendkívül rossz megvilágításban volt. Etelka végül kiszabadult. Az orvosi javaslatból kiderül, hogy ennek megvolt az ára. Le kellett mondani a kisfiáról, és meg kellett ígérnie, hogy nem küzd tovább az igazságáért.
Nevezett 1949. október 28-a óta változatlanul teljesen nyugodt, rendezett viselkedésű, alkalmazkodó, fegyelmezett annyira, hogy akkor tett ígéretét komolyan betartja. Férjét tudomásunk szerint újabb levéllel vagy beadvánnyal nem zavarta, és baráti körét is sikerült ettől visszatartani. Gyermeke után most is vágyódik, ezt különösen karácsony ünnepe előtt többször nyilvánította, midőn gyermeke részére kis harisnyát, kesztyűt kötött. Tekintettel arra, hogy nevezett teljesen rendezett magatartású, belátást mutat, s fogadkozás a gyermeke sorsát illetőleg komolynak és megbízhatónak látszik, tisztelettel kérem a bizottság döntését az elbocsájtás vagy esetleg ideiglenes szabadságolás tekintetében. Bár Etelkát kiengedték, a bélyektől nem szabadulhatott. Sok emberrel megtörtént azért akkoriban 50-es, 60-as években, de talán még utána is, hogy elmebetegnek nyilvánították, és gyakorlatilag ez utána, mint egy ilyen bélyeg rajta maradt, és újra bevitték, tehát ettől nem lehetett szabadulni. Hát ez az, amikor rákerül az ember egy ilyen futószallagra, és hogy onnan nagyon nehéz menekülni. Tehát az az egy-két eset, amiről Haraszti Miklós is írt, meg többen írtak ezekről a dolgokról, ott mindegyiknél látható az, hogy kapott egy diagnózist, holott annyi volt a dolga, hogy ma kicsit deviánsnak, vagy nagyon indulatosnak neveznénk. Lehet, hogy a vizsgálat során teljesen normálisan viselkedett valaki, de akkor is ott volt a kór előzmény, amit elmondott valaki, ne adj Isten, egy pártfejes mondta el, akkor annak a véleménye még inkább fontos volt, mert hogy az elvtárs ugye a vezető élcsapathoz tartozik, és azt tudja az igazságot. Janikovszky Béla végül is megnyerte ezt az aljas játszmát. Bár volt felesége kiszabadult, a fiú a férfinél maradt, aki nem sokkal később elvette élettársát, Janikovszky Évát, aki mindig büszkén viselte férje nevét. Janikovszky Bélát 1952-ben Péter Gáborékkal együtt elküldték az AVH-tól, és civil pályára helyezték. Az Egészségügyi Minisztérium osztályvezetője lett. Nem sokáig élvezhette új szerepét, mert 1953-ban az egész Péter bandát letartóztatták, és egy belső leszámolás következtében Bálint István, Janikovszky és Péter Gábor is börtönbe került. Az AVH vezetőjét szimpadias körülmények között tartóztatták le. Pétert felhívták Rákosi lakására, oda ment, fogalma nem volt, hogy a felesége már ott van a Lóránt utcai pince egyik odujába, hátratette a kezét, hogy jelenteni fog, és akkor hátulról a Boda Imre előugrik a kezőrségparancsnoka, megbilincseli, Farkas pedig kiugrik a függöny mögül, hogy hát elég volt a játékból, és akkor elindul a Péter ügy. Pálint bármelyik változatot, bármelyik percben aláírta, nem volt hajlandó magát veretni. Volt ő angolkém, volt ő amerikaikém, volt jugoszlávkém, volt a Dözenbőrónak a tagja, bárminek, amit éppen etetettek elé. Tudta, hogy mivel jár. Tudta, hogy mivel játszik. Bálint István rehabilitálása után az alkoholizálás elleni küzdelem élharcosa lett. Több könyvet írt a témában, különböző konferenciákon szólok. Arról nem beszélt, hogy ő maga hány embert kergethetett az ivásba. Békében megérte az öregkort ő is, ahogyan a többiek. Péter Gáborból, az AVH egykori retteget vezetőjéből végül könyvtáros lett. Nyugodtan élhette életét a feleségével, Simon Jolánnal. Janikovszky Bélát végül egyedül felesége ügyében ítélték el, de később ez alól a vád alól is felmentették. Rehabilitálták, és haláláig orvosként dolgozott. Második felesége ünnepelt meseírónő lett. Lett egy közös fiúk is, akit a 80-as években a Videoton mérnökeként Nyugat-Németországba küldtek, a rendszerváltás után már jómódú emberként tért haza. Egy 2018-ban megjelent, fizetett írásban hős partizánként emlékezett Janikovszky Bélára. Magyarországon
Magyarországon évtizedeken keresztül a kettős mérce érvényesült, tehát azt tudomásul lett véve a társadalom torkán, ahogy tetszik, le lett nyomva, hogy egy korábbi diktatúra embertelen cselekményeiért értemél adta mindaz, ami a sztójai időszakban szálasi alatt ebben az országban a lakossági meghatározott körével szemben elkövettek, az felelősségre vonásért kiállt. Ezt tudomásul vették, ez volt a népbíráskodás 45 után. Azt, hogy volt egy másik diktatúra, amik a társadalomnak sokkal, de sokkal nagyobb tömegét érintve, igaz, hogy nem a halálba, de embertelen körülmények közé szorított embereket, ez kvázi bocsánatos bűnnek tűnt. Itt azért a vezetők között és az irányítók között ennyire magasan képzett emberek voltak, nem növeli meg egyébként az ő felelősségüket? Mert amíg mondjuk egy egyszerű emberrel el lehet hitetni dolgokat, ők azért erről már beszéltünk is, hogy tisztában voltak azzal, hogy gyakorlatilag teljesen törvénytelen és hazug vádak alapján ítélnek el embereket. Teljes mértékig jogos a kérdés, sokkal nagyobb a felelősségük, sokkal nagyobb, ha úgy tetszik, a bűnük, büntető jogi értelemben is. Noha soha nem azért vonták őket felelősségre érdemben, amit elkövettek. Az a világ tényleg abnormális volt, de hát tudomásul kell venni, hogy volt egy olyan világ is, amelyik a jelenlegi értékrendünk alapján szinte elképzelhetetlen. Etelka és a fiú sorsáról csak azt tudjuk, amit Janikovszky Béla unokája, az elrabolt gyermek fia megírt nekünk. Ezt viszont bizalmasan kezeljük. Ha ő akarja, egyszer elmondja, publikálja. Annyit talán elmondhatunk, mert ezzel tartozunk az igazságnak, hogy a gyerek kamaszkorában megszökött Janikovszkyéktól, új nevet fed fel az apjáé helyett, de hiába hajózott és járta be a világot, igazából sohasem találta meg a helyét.